A Királyi Napok 10 napos rendezvény népszerű szereplői a történelmi alakokról formázott óriásbábok. A 23 tagú óriásbáb család tagjai az elmúlt hetekben három fős csoportokban mutatkoztak be a közönségnek, és a régi rajongók mellett számos újat is szereztek maguknak. Ismerjük meg mai királyainkat! Az utolsó királyok a belvárosban eseményen államalapító Szent István király felesége, Boldog Gizella királyné és fiúk Szent Imre herceg fogadta az alattvalókat a Vörösmarty Színház előtt, ahol Szabó Miklós mutatta be az óriásbábokat a nagyszámmal összegyűlt közönségnek. Ahogy azt már megszokhatták a székesfehérváriak, a színháztól az ország almához vonultak a zenészek és a lovagok. Rám tör valaki! Fölpattanok! Szép, hogy jó! Kikivel van? Kitálok! Minden! Honnan? Az ország almához érve az érdeklődők Widdermond Csaba vezetésével a magyar királyi kardforgatók rendjének bemutatóját tekinthették meg. Harcos Edina elmondta, a Királyi Napok felvezető sorozatának utolsó része is sikeres volt, de az időjárásnak köszönhetően nem a hagyományos módon tudták bemutatni az óriásbábokat. Ma ismét királyi bábsétán lettünk volna, de sajnos a szél miatt a királyok itt maradtak a Vörösmarty Színház előtt, itt csak a királyi kardforgatókkal és a Szubróza régi zene együttessel mentünk, és a Városház téren a magyar királyi kardforgatók műsorát láthatták. Szabó Miklós volt az, aki ma kikiáltóként mindenkit, mindegyik királyt és minden hagyományőrzőt bemutatott a számunkra. A királyok a belvárosban idén is nagy sikernek örvendett a fehérváriak körében. Azt gondolom, hogy ez mindig egy nagyon sikeres sorozat, mindig nagyon szeretik, amikor a királyok itt megjelennek közöttük, és láthatják őket, fényképezkedhetnek velük. Biztos vagyok benne, hogy jövőre is láthatják majd az érdeklődők az óriásbábokat. A program az Icsi Ligetben, a Zene Pavilonnál Tasnádi Bence és Várvölgyi Szabolcs nagysikerű John Lennon estjével folytatódott.